Sziasztok! kezdve a Perkamenre Hány Szavak csatornája, és a mai videóban elhoztam a top 5 szerintem leggonoszabb karaktert. Nagyon szeretem az ilyen karakterlistákat, mert kicsit ki tudjuk beszélni ezeket a nagyon különleges karaktereket, kiemelkedő karaktereket bizonyos sorozatokból, mert azért elég sokszor van úgy, hogy én a főszereplőket nem annyira bírom, és vannak olyan mellékszereplők, akik sokkal izgalmasabbak. Úgyhogy a mai videóban a leggonoszabb karaktereket fogjuk korcsú alá venni. Igazából ötöt kellene mondanom ebbe a top 5-ös listába, de lesz egy megosztott hely, és ez szerintem a leggonoszabb kategóriában lesz a megosztott hely. Igazából nem csináltam sorrendet ezeknek, de hogyha kellene, akkor tudnék. Úgyhogy lehet, hogy akkor úgy fogunk menni, hogy a legkevésbé gonosztól a leggonoszabbakig. Szóval, hogyha a legkevésbé gonoszat kellene kiválasztanom ebből a listából, akkor a Snow elnök lenne az éhezők viadalából, mert én úgy gondolom, hogy azért elég kemény főgonosz ő, mert olyan dolgokat csinál, hogy ezért Értem, hogy vannak nála gonoszabb karakterek, de gondoljátok már el, egyrészt úgy szerzi mag a hatalmat, hogy mérget iszik, és a szája már folyamatosan sebes a sok méregtől, mert csak így tudja elhitetni a versenytársaival, hogy nincs méreg a pohárban, hogy ő is iszik velük. És a másik dolog, amit teljesen kiakasztó szerintem az éhezők viadalában, és ezek egy picit ilyen spoileres dolgok lesznek most, mert úgy tudok beszélni a gonoszságaikról ezeknek a karaktereknek, szóval ez az, hogy Katniszt úgy kínozza, hogy Pitát a szerelmét konkrétan megkínozta olyan szinten, hogy utána Pita már nem tudta, hogy mi a valóság és mi nem. Ezt egy bizonyos darásszerű lény mérgével tette meg, tehát, hogy annyit juttattak a szervezetébe, és addig nyomatták neki a hazugságokat, míg végül Katniss ellen fordult a saját szerelme, és ezt nagyon nehéz utána kiírtani belőle, mert egyszerűen nem tudja, hogy mi a valóság és mi nem, és katniss kapcsolatos rossz dolgokat ültettek az elméjébe, és hát ez azért elég durva, tehát nem mondjátok, hogy Snow nem egy pszichopata vadállat. Illetve ahogyan meghal, az is szerintem kiválóan volt megcsinálva, érdekes szerintem az ő történetszála, és ezért is tetszett nagyon, hogy megjelent neki egy kiegészítő kötete, amiben látjuk, hogy hogy indult el ezen az úton. Én várom a következő részeket, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ekkora pszichopata. Na, akkor a következő az Sauron a gyűrűk <laughs> Hogyha sorrendet kell állítanom, akkor ő lenne a következő... Mert Sauron alapvetően egy nagyon érdekes gonosz, ugye ő nincs nagyon jelen testben, mivel hogy már meghalt. Tehát, hogy Sauron egy régi gonosz, aki a gyűrűkkel mahinált, és aki hatalmat kapott a gyűrűvel, és az a lényeg, hogy legyőzték, tehát hogy a múltban legyőzték őt, és levágták a gyűrűt az ujjáról, de mint, hát nem tudom, mint egy ilyen hatatlan lény, ő mint egy szem van jelen, tehát ez az ikon, ami őt ö, prezentálja, aki mindent lát, és, és ugye már nincs teste, meg ilyesmi, de hogy azért még így tudhatni az emberekre, és hát főleg a gyűrűk által, és az egy gyűrű által, mert hogy egyébként több gyűrű van, azért gyűrűk ura, hogyha ezt valaki nem tudná, mert ez nekem új információ volt akkor, amikor először ismerkedtem a gyűrűk urával, hogyha egy gyűrű van, egy gyűrű mint fölött, akkor miért gyűrűk? Bizony több gyűrű volt, és ez az egy gyűrű az, ami Sauron gyűrűje is szeretné visszakapni, és ugye, hogyha elhozzák a hegyre hozzá, akkor igazából nem tudom, szerintem újra is élethetne, vagy adhatna valami újfajta életet neki a gyűrű. És ezzel a hatalommal és magával a gyűrűvel próbálja behálózni azt, aki éppen hordozza a gyűrűt, mert belefészkeli magát a fejébe, és így ültet ebben a gondolatokat. Ezen kívül pedig vannak csatlósai, akik őt szolgálják, és akik tudnak a keze lenni az emberek felé, meg hát nem emberek vannak, nem csak emberek vannak a gyűrűk urában, de hogy mindenki felé. Nagyon könnyen tudja így követni az embereket, hogyha náluk van a gyűrű. És hát ő is ugye mit szeretne, egyeduralmat szeretne, és azt szeretné, hogy csak nála legyen ez az eszköz. Emiatt gondolom azt, hogy ő egy nagyon jó gonosz, aki egyébként nem kap akkora szerepet, mint más gonoszok más ö, történetekben, de szerintem ez pont elég ez a bajós, mindenhol ott vagyok érzés, ahhoz, hogy féljünk tőle. A következő Voldemort lesz, és azért rakom őt ide közép mezőnybe, mert én úgy gondolom, hogy vannak nála gonoszabbak, mert ő kevesebb dolgot csinál. Nagyon is gonosz karakter, és nagyon is pszichopata karakter, de úgy gondolom, hogy egy kicsit kevesebb dolgot csinál, mondjuk Szahoruntól nem biztos, hogy kevesebbet. Sokáig nem látjuk az ő hatását, csak mint egy név lebeg a szemünk előtt, és ugye már a legelső résztől is jelen van, de nincs teste neki sem, és ezt látjuk, hogy hogyan próbál gazdatestekből, meg különböző szerekkel valami életet lehelni magába, szóval itt annyira nem gondoltam még nagyon jó főgonosznak, de aztán a későbbiekben természetesen miután teste lesz, ami ugye azért elég sok rész, mire teste lesz, onnantól kezdve azért elég kemény dolgokat csinál, és látjuk azt, hogy gátlásanul megöl embereket így egy pálca mozdítással. És ugye kiderül az is, hogy ő széthasította a lelkét, ami egy nagyon-nagyon tiltott és durva dolog a varázsló világban, azért, hogy ha hatatlan legyen egyrészt, másrészt nehezebben lehessen megölni. Szóval azt jelenti, hogy ha megölt egy embert, akkor ezzel széthasadt a lelke, és ezt a lélek darabot beültethette akár dolgokba, akár élő dolgokba. Ez már alapból egy olyan dolog, hogy úristen. Másrészt ugye ő beszél a kígyókkal, és ez alapvetően nem lenne egy gonosz dolog, de van neki egy kígyója, akit arra használ, hogy embereket öljön, és megeteti ezzel a kígyóval, ez Nagini, de gondolhatunk itt a második részben a kígyóra és a baziliszkuszra, tehát akkor pedig egy hatalmas baziliszkusza volt, ami, amit szintén arra használt, hogy megölje a sárvérűeket. Szóval azért elég durva eszközei vannak neki is, és elég durván uh, tolja is ezt, hogy csak úgy megöl embereket. Őt is egy nagyon-nagyon jó negatív karakternek tartom. Tehát, hogy itt mindenkit a felsorolásban nagyon jó negatív karakternek és gonosznak tartok. Azért vannak ebben a listában. Tehát ők az etalon, akiket követni kellene, és hát Voldemort is egy ilyen etalon, mert azért az ő története, ahova kifut, és ahogyan legyőzik, az szerintem példaértékű, hogy milyen csavarok vannak benne. Illetve az ő kezdő története is rettentő izgalmas, hogy legyőzte őt egy csecsemő. Nekem ez nagyon tetszik Voldemort történetében, szerintem nagyon jól kidolgozott története van, és azért elég kemény gonosz lesz így az évek alatt. A következő, aki egyébként a legnagyobb gonosz lett volna a listámon, hogyha nem kezdek el egy másik sorozatot, és jövök rá, hogy abban vannak a leggonoszabb szereplők valaha. Ez Blackjack rendel az Outlanderből. Igazából ezen még a férjem is kiakadt, amikor látta a sorozatot, hogy hogy lehet ilyen valaki, mint Blackjack rendel azért nagyon izgalmas karakter, mert ő egy vörös kabátos angol kapitány, aki nagyon érdekes, hogy Claire, aki átutazik az időben, Claire férjének az őse. És az a nagyon izgalmas a sorozatban egyébként, hogy ugyanaz a színész játsza a két embert, mert, hogy kiemeli a könyvben is, hogy nagyon hasonlítanak egymásra. És ugye, hát ő egy őse, szóval már elég régi felmenője, és maga rendel, Frank rendel, aki a férje Clairenek a jelen idejükben, ő egy nagyon-nagyon kedves és nagyon-nagyon szerethető férj. Na, és akkor Blackjack rendel, ő Jamie-nek egy hatalmas ellensége, miután mindig ő az, aki Jamie-t elkapja, börtönbe zárja, megkinozza, és nekik van egy háttér történetük, hogy rendel addig ostorozta a hátát, amíg elmájult, és még utána is, tehát, hogy tönkretette a hátát, és csoda, hogy túlélte. És az a legdurvább, hogy ennek a végignézésébe belehalt Jamie apja. Szóval rettentően utálja. Rendel, ugye elvégzi, amit kell, mert hát a skótok és az angolok itt harcban állnak egymással ebben az időszakban. De hogy ezen kívül is elvégez még olyanokat, amire nem lenne szükség. Például ennél az ostorozásnál egy, nem tudom, kis lopásért, vagy miért volt Jamie lecsukva, igazán nem lenne szükség erre, de látjuk, hogy ő ezt élvezi, és hogy egy pszichopata, és ő ebben lel örömöt, úgyhogy ezért csinálja még tovább az igazságszolgáltatást, mint amennyire muszáj lenne. Ezen kívül nem nézi semmibe a nőket sem, és ezt Claire-nél látjuk, ahogyan Claire-rel viselkedik. Jamie hugát megpróbálja megerőszakolni, csak van egy dolog rendellel kapcsolatban, amit nem igazán szeretne, hogy mindenki tud erre Az az, hogy ő meleg, ezért nem tud megerőszakolni nőket. Annyira nem pozitív most, hogy belegondolok, hogy a melegeket így elítje be az Outlander, de van rá ellen példája az Outlandernek a lehető legcukibb meleg karakter. Ne féltek, itt nem a melegekről van szó, hanem csak magáról a Black Csak Renderről, akiben nyilván ez egy. Plusz feszültséget okoz, hogy ő meleg, és ebben az időszakban ez teljesen abnormális és titkolnivaló, és nyilván ebben a pozícióban ő nem engedheti mag magának, hogy ez ki tudódjon. Na de a lényeg az, hogy a legdurvább jelenet valaha az az, amikor megkínozza t az első könyv utolsó részében és az utolsó jelenetében a sorozatnak, ekkor nem elég, hogy egy szöget ver Jamie kezébe, és ezzel örökké megcsonkítja valamennyire az ő kezét, hanem Emellett még meg is erőszakolja, és ezt olyanképpen csinálja, hogy Jamie valamennyire élvezze, el tudja viselni, és Claire-re gondoljon közbe. Szóval értitek, ez egy nagyon nagyon durva jelenet. A filmben ezt nagyon erős idegzetőeknek ajánlom, mert sok mindent mutatnak, és ez a lehető legdurvább erőszaktevés, amit én valaha láttam, úgyhogy hú, nagyon kemény. Vagy egy elég szívós féreg, és nagyon sokszor még kísérti őket az ő jelenléte. Nagyon durva az ő karaktere és az ő élete, amiket csinál, úgyhogy őt ilyen nemes helyre raknám ebben a listában. Az utolsó pedig a megosztott első hely, mert ezek trónok harca karakterek, és én nem tudok köztük választani. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ezekből a listában szereplő gonoszokból ki az, aki abszolút kiüti a biztosítékot. Nekem ez a kettő az, az egyik Joffrey, a másik pedig Remzi Bolton. Ha választanom kellene, akkor Remzi Bolton lenne az első helyen, Joffrey csak alatta. A trónok harcában szerintem ők a legdurvább karakterek. Joffrey azért, mert egy kis, 13 éves fiúcska, aki megkapja a trónt csak azért, mert meghal az apja, és minden rossz ebben a szereplőben, ami csak rossz lehet, ami idegesítő lehet egy fiatal uralkodóban, tényleg csak a hatalom érdekli kedvtelésből kínoz embereket, szajhákat kényszerít arra, hogy egymást kínozzák, és ő ezt nézi, és örül neki, de közben pedig egy gyáva kukac, aki amúgy a csatákban nem vesz részt végig, mert nyilván fél attól, hogy valami baja lesz, közben egy hisztériás gyerek, aki ordít és veri a vastront, amíg meg nem sebesíti saját magát a vastronnal, tehát, hogy hisztériázik, hogy ő itt a főnök, ő itt az uralkodó, és mindenki hódoljon be és nyalja a seggét, rettenetesen irritáló és idegesítő karakter. Nekem nagyon nagy elégtétele, hogy a meghal, én nagyon vártam azt a részt. Könyvben még nem járok itt, de tudom, hogy kínozza szánszát, és méghozzá nem is ő, mert ő még erre sem képes, hanem az ő testüreivel kínosztatja szánszát, szexuálisan visszamaradott fiúcska, ami még talán a jobbik eset, mert legalább ezen a téren nem tudja úgy igazán kínozni a nőket. Szóval borzasztó az ő karaktere, elkényeztetett is természetesen, miután az anyja szemefénye, és még a saját anyja is bevallja, hogy kibírhatatlan, és hogy még megszülni is kínszenvedés volt. Úgyhogy ő egy kifejezetten, irritáló főgonosz. Télünk át Remzi boltonra, aki szerintem a legdurvább gonosz, akit én valaha láttam könyvben, meg sorozatban, mert Remzi Bolton majd a harmadik könyvben fog igazán feltűnni, és ott csinál dolgokat. Annyira nem várom, hogy ezekről olvassak, mert tényleg, hú, nagyon kemény. Ő egy pszichopata. Hogyha valaki azt mondjuk, hogy pszichopata, ő az, aki igazából egy fattyú, és én ezt el is felejtettem, hogy ő egy fattyú, és az a lényeg, hogy ő szeret embereket kínozni, és azért is a Remzi háznak a zászlóján egy megnyúzott ember alak látható, mert hogy ő megnyúzza az embereket. Ami önmagában is gyomorforgató szerintem. Town Greyjoy elfoglalja Derest, a Starkok területét, házát, és Remzi szépen kicselezi, és ezek után majd Remzi lesz az, aki elfoglalja Derest, és Teont megtartja magának, mint bűzös szolgájának, ez lesz a beceneve, és hát alapvetően az első dolog, amit csinál vele, az az, hogy kivágja a farkát, és elküldi az apjáiknak. Konkrétan addig kínozza Teont, amíg egy roncs lesz belőle, aki bármit megtenne Remzinek, csak hogy békén hagyja, folyamatosan erőszakol embereket. Folyamatosan csonkít embereket, folyamatosan megaláz embereket, és elveszi az emberségüket, és tényleg egy terror, amit ő művel az egész trónok harcában, És az, hogy ezt élvezi, és hogy röhög közben meg ilyenek, fú, nagyon turva, és én a félek a legjobban a trónokharcából. Az ő karaktere az tényleg határokat feszegetően undorító és gyűlölnivaló. Végül is, ő is meghal, és nem olyan nehéz őt megölni, de egyébként nagyon érdekes, mert én arra sem emlékeztem, hogy őt már úgy könyvelték el, mint halottat, de mint bűzös elmenekült, és ezért végül túlélte ezt, hogy egyszerűen meg akarták ölni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek kik azok a karakterek, akiket a leggonosabbnak tartotok, de egyébként érdekesnek vagy izgalmasnak találjátok az ő élettörténetüket. Írjátok meg nekem, vagy hogy ebben a listában van-e olyan, aki számotokra is benne van a top 5-ben. Ennyit szerettem volna mára, sziasztok!